Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ma úgy éreztem, van egy hamisság a környezetedben, egy hamis nő, mondhatnám egy kígyó, aki ártani akar neked. Lehet valaki a családból. Itt arról van szó, hogy valaki hazudik neked, becsap téged, vagy irigy rád, és itt egy nőről van szó. Hogy veszed ezt észre, milyen szándékokkal közeledik ez a nő hozzád, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal a te jelenlegi helyzetedre. Az első kártyánál a múltról van szó. Lehet, hogy te ismered ezt a nőt a múltból, és visszatér hozzád, hiszen gondol rád. Itt van egy kis nosztalgia, érzelmek, gyermekkori emlékek is. A középső képen látható egy királynő, te vagy ez a királynő, kezedbe veszed a dolgokat. És ez a bot jelenti a tűz elemét, az akaratodat, a bátorságodat, a lelkesedést, a testi kapcsolatot is. A harmadik képen látható a sors kereke, és ez a kerék mindig olyan irányba mozog, ahova te tekintesz. Mert ez a te energia meződ, megvan a lehetőséged arra, hogy befolyásold a sorsodat. Most megnézzük ezt a ravasz nőt, az ő jelenlegi helyzetét. Itt ez a kutya azt jelenti, hogy olyan barátilag, barátságosan közeledik hozzád. Az első pillanatban úgy érzed, hogy ez a kapcsolat számodra szerencsét hoz. Itt a madarak azt jelentik, hogy ez a nő beszélni akar veled, vagy megígér valamit, felajánlja ezt a barátságot. És most megtekintjük azt, hogy kellene elgondolkodnod róla, vagy ezekről az eseményekről? Itt szerelmi dolgokról van szó. Ez a lelkész azt jelenti, hogy számodra ez a párkapcsolat nagyon értékes. Nem csak számodra, hanem számára is. Itt megvan ez a tisztaság, egy tiszta szerelem. De a harmadik képen itt vannak a részeg emberek, és az azt jelenti, hogy vagy azt mondja ez a nő, ne foglalkozz ezzel a férfivel, mert találkozik haverokkal, ezek isznak, de ez egy hazugság. Azt is jelentheti itt ez a kép szimbolikusan, hogy ez a nő azt akarja, hogy légy bizonytalan, ami a szerelmet illeti. Amit még el tudnék képzelni ezzel a kártyával kapcsolatban, hogy vannak közös ismerősök, barátok, haverok, és ez a nő megpróbál valakivel beszélni, és elérni azt, hogy a te lelki társad ezekkel az ismerősökkel találkozzon, és akkor te egyedül vagy. És ez a nő azért csinálja azt, hogy légy egyedül, légy szomorú, ő látni akarja a te könnyeidet, lehet, hogy vigasztal is téged, hiszen barátilag közeledik hozzád, és neked jót tesz az, hogy tudtok itt beszélni egymással, mert ennek van egy megnyugtató hatása, de rá kell jönni arra, hogy ez a nő okozta számodra ezt a fájdalmat.
És mit tervez még? Mik a gondolatai? A kutya ugyanúgy, mint itt, azt jelenti, hogy olyan barátságosan közeledik, barátilag közeledik hozzád. De a tolvaj elveszi ezt a barátságot, és itt van a hamisság. Itt nem barátságról van szó, hanem hamisságokról. És hogyan tovább nálad? Mi történik a közeljövőben? Ezt mutatják itt a kártyák. Ezen a képen a halál látható, ennek egy szimbolikus jelentése van, mégpedig azt közli veled, hogy te le fogod zárni ezt a kapcsolatot. Ez a kártya utal olyan régi témákra is, lehet egy kapcsolatról szó a múltból. A második kártyán láthatóak itt a kelyhek, és utalnak egy életterületre, érzelmekre is. Itt van a könnyeknek a mezeje. Ez a nő azt akarja, hogy szomorú légy, hogy sírj, látni akarja a könnyeidet. De búcsúzz el a könnyek mezejéből, és el is fogsz búcsúzni, mert választasz egy új irányt, és lezárod ezt a kapcsolatot. Itt, ezen a kártyán, ugyanúgy, mint itt, látható a sors kereke. Itt lesz nálad egy sorsdöntő változás, egy új irány, és így javul nálad a helyzet. És most megtekintjük az ő titkait. Te kapsz tőle egy üzenetet. Mivel itt hamisságról van szó, akkor ez a kártya azt jelenti, ő hazudni fog neked. És abban reménykedik, hogy kinyílik itt egy ajtó, és belát a te életedbe. De ő el akar téged bizonytalanítani, ugyanúgy, ahogy itt a részegek is mutatják, azt akarja, hogy nálad legyen az az érzés, hogy nincs talaj a lábad alatt, hanem minden úgy lóg a levegőben. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor minden olyan könnyűnek látszik, ezért vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, láss át azon, hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád, légy ez a királynő, mutasd a bátorságodat, mondj nemet, zárd le ezt a kapcsolatot, ne mutasd ki a könnyeidet, hanem mutasd azt, hogy nálad olyan könnyen mennek előre az események, megvan a szerelem, megvan a hit, és így a sors utatok változik, te boldog vagy ebben a párkapcsolatban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!